Hatodik alkalommal kezdünk tanévet a Felsőfokú Szakképzési Intézetben, és az érdeklődés most is elég nagy volt a jelentkezésnél. 102 diáknak sikeresen teljesítette a felvételit, és 102 diákkal kezdjük meg, akik 52 iskolából felvételiztek hozzánk. A legnépszerűbb szakok idén is a turizmus volt, és az óvodapedagógia. Ezt a két szakot tudtuk feltölteni teljesen, ott 25-25 a létszám, a számvitel és adóügy szakra 24 jelentkezőnk volt, ami eddig a rekordszám. Mindig kevesebb diákot tudtunk felvenni, és így 102 diákkal tudjuk kezdeni. A szociális munkán is 18 diákunk van, és 10 az alkalmazott matematikán. Ez azzal is magyarázható, hogy az alkalmazott matematika egy 4 éves képzés, ami talán elriasztja a diákokat, viszont a következőkben, az elkövetkezendő években minden szakképzési szak már 4 éves lesz, úgyhogy erre készülnünk is kell. Nagyon büszkék vagyunk, az idei statisztikák azt mutatják, hogy a tavalyi végzőseink 84%-a került be felsőoktatási intézményben. Ezek zöme a Kárpátaljai Magyar Főiskolára, illetve 6 diákunk ment el magyarországi elég nívós intézményekben folytatni a tanulmányaikat, és vannak diákjaink, akik igazából hiánypótlást végeznek a Kárpátaljai Magyar Oktatási Nevelési Intézményekben, ők ugyanis oktatnak is, és nevelő munkákban is részt vesznek. Úgyhogy nagyon széles körű, illetve a turizmus szakos diákjainkkal szinte minden nap találkozunk igazából a főiskola előtti téren is, és bárhol Kárpátalján, mert ők már idegent vezetnek, szállodákba, különböző helyeken elhelyezkedtek, és közben levelezőn folytatják tanulmányaikat.